Tehát egy vers egy kicsit olyan, mint egy színdarab 7-től 9-ig. Meg lehet vele próbálkozni, mindig más, sosem azonos, mindig más képsül el, anyai tapait bele kell adni, mint egy sűrített dráma. Ha kell 4 sor, ha kell 2 sor, 8 sor, vagy 12 verszak, teljesen mindegy. És hát van egy ilyen tekintés repertoár a fejemben, ez kb. Olyan 60 vers, ami hát úgy megvan kívülről, hogy a szövegét tudom, és bármikor előveszem és lekapom. Ezek egytől egyik sorsfordító vagy lényeges versek az életemben, és valóban én ezzel mindig játszom is az életem során. Hogy most például jöttem haza, Veszprémben volt egy rendezői munkám, és sokat utaztam, és Eminem CD-t tettem be, mert úgy föl kellett magam egy picit így pörgetni, és hát csak itt egy ötlet, hogy az Eminem szövegeire, ezekre a rappekre elkezdtem verseket mondani. József Attilát, Adit, Juhász Gyulát, Tóth Árpádot, Babicsot és Radnótit, és úgy elkezdtem mondani. Ahol az Eminem refrénbe váltott, ott annál a sornál én is ismételtem azt a sort, mintha ez egy refrén lenne. És utána, amikor ő folytatta a verzével, akkor én meg folytattam a verset. Egész érdekes dolog derült ki belőle, tehát egy egész izgalmas történet. Én nagyon bírom azt, amikor, hogy mondjam, egy mai formát találunk egy vershez és egy versnek. Példát mondok, nagyon jóban vagyok az Infusion Trio zenekarral és együttessel, ők komoly zenészek, hárman vannak, és most egy arany, pont egy Arany János verset megzenésítettek, és fiatalokkal hallgattam meg ezt az anyagot, és kérdezték, hogy ez ki írta, a Kis Tibi? Vagy a Lovasi? Mondom, nem, ezt Arany János. És ez egy fantasztikus darab. És akkor úgy ott marad az szerintem bennük, hogy igen, volt egy Arany János is. Például pont egy Tomba Mihályhoz írott levelét olvastam, ami egy ilyen kis röpke 6 oldal volt, amiből semmi más nem derült ki, csak Aranynak a irgalmatlan hipohondriája. Tehát egy ilyen nyafka, nyafogó, hipohonder, mindenhol betegséget találó és szinte betegnek lenni akaró, elképesztő nehéz egyéniség derült ki ebből a levélből, és ezt meg lehetett csinálni egyébként ilyen színekkel. Én nekem Arany viszont úgy lett meg, és úgy kaptam meg Aranyt, hogy a főiskolán művészi beszéd órán keresztül Avar Pista bácsi, Avar István tanította ezt a tantárgyat, és másfél éven keresztül aranymaladákkal foglalkoztunk. Mert ezen órák alatt 2 tojás volt a kezünkben, szó szerint nyers tojás, és egy aranymalad elmondása alatt az a tojás nem roppanhatott szét. Ha szétroppant, akkor megállt az egész, takarítottunk, és kezdhettük előről az egészet. És valóban, tehát itt ott kell lenni, itt és itt ott kell lenni, és közben pedig ilyen lazának kell tudni lenni. Hát a Vörös Rébék balada elmondás alatt ott úgy, ahogy van, tehát roppantottuk a tojásokat rendesen. Hát igen, és az volt a fantasztikus, amikor elmondtuk, lenéztünk, sikerült, és ott volt a 2 tojás a kezünkben. Nagyon jó gyakorlat és nagyon jó stúdió. Nekem így volt meg igazán először Arany.